kolozsvári magyar napok alkalmával három időszakos kiállítást lehet megtekinteni. Az első terem, amelyet a második emeleten nyitottunk meg, a dák civilizációbannak azt a momentumát fogja meg, amely a legragyogóbb volt időszámításunk előtti időszak. Ez, illetve közvetlenül Krisztus születése utáni periódus. Mi az, amire itt figyelnünk kell? A színekre. A színekre és a kromatikára. Tehát általában, hogyha az ember a dák civilizációra gondol, akkor egy eléggé szürke világot képzel el, hiszen az épületek, építő elemek mind szürke kövekből épülnek fel, és itt felfedezhetjük azt, hogy ez egy nagyon is színes civilizáció volt. Nem csak az ékszerekben jelenik ez meg, hanem különböző használati tárgyakban, és ahogy itt láthatjuk, votív elemekben is, mint például ez a két régészeti lelet, amely antropomorf ábrázolást ad vissza. Hogyha közelebb megyünk és megtekintjük ezt a kerámiát, akkor láthatjuk, hogy ez egy érmét utánoz, egy istenséget ad vissza, valószínűleg Athéné, és több mint valószínűleg hogyha az eredeti nagyságára gondolunk, akkor nem egy érmét utánzott, hanem valójában egy votív, vagyis istenségnek felajánlott tárgy lehetett. Azt, hogy milyen színes is volt ez a civilizáció, nem csak az antropomorf tárgyak mutatják be, hanem a különböző használati tárgyak is, mint például ebben a tárlóban található üveg, illetve alabástrommal, különböző részletek és darabkák nem csak az ékszereket színezték, hanem akár az üvegkancsókat, vagy Millefiori üveget is tudtak utánozni. Ez a két terem a numizmatikának van szentelve, ez már a második kiállítást, amit ebben a témakörben látni lehet ebben az évben a Kolozsvári Történeti Múzeumban, és Napóleonnak címzett emlékérmeknek van dedikálva. 270 darab emlékérmet lehet itt látni, amely az Eszterházi gyűjteményből került hozzánk. 19. században Eszterházi László adományozza az Erdélyi Múzeum Egyesületnek, amelyet aztán örököl az Erdélyi Történeti Múzeum. Miért is érdekesek ezek az emlékérmek? Tehát korabeliek, Napóleon korabeliek, és a teljes időszakot, Napóleon teljes karrierjét felölelik. Abban az időben az emlékérem a propaganda egyik eszköze volt, tehát a legtávolabbi helyekre is eljuthatott, és egyfajta újság szerepét töltötte be, egy-egy csata után, vagy siker után, akkor kibocsájtották ezeket az emlékérmeket, illusztrálva a sikerességét a hadműveleteknek. Az emlékérem anyagot korabeli metszetek és festmények egészítik ki, amelyek Napóleon életének különböző motívumait és momentumait mutatják be. Például ezen a metszeten látható Napóleon, amint fogadja a kis dedfiát. Makovec Imre művészetét, tervezőművészetét a világon mindenütt ismerik, ahol építészetről beszélgetnek. Talán ő az egyik legkiemelkedőbb képviselője az organikus stílusnak, amely Kós Károlynak a művészetéből táplálkozik, és azt viszi tovább. Nagyon örvendünk annak, hogy itt Kolozsváron is vendégül láthatunk egy ilyen kiállítást, amely a teljes életművet igyekszik összefogni. A kiállítás egy vándorkiállítás, amely más városokból érkezett hozzánk. Egy pár állomást említenék, Belgrád, Pozsony, Temesvár és most Kolozsvár. Mindenkit szeretettel várunk ezt megtekinteni, hiszen olyan gyönyörű fotók láthatók itt a teljes makoveci életműről, illetve saját kezű rajzoknak a másolatai merített papírra, illetve idézetek és Makovec gondolatai olvashatók ezen a kiállításon, amely teljes képet adnak az ő hitvallásáról, ami az építészetet illeti.